Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit és hallgatóit a mai műsorban Ancsin Gáborral a Tatabánya és a, bocsánat, a Mol Tatabánya és a magyar válogatott jobbát lövőjével fogunk beszélgetni. Szia Gábor, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Na figyelj, kezdjük ezzel. Gabi, Gábor, vagy Jaó, jól olvastam, vagy Zsaó, vagy azt hogy kell? Azt olvastam, hogy ez a beceneve. Hát az még fiatal korom. Soha nem hallottam. Na akkor ezt most, most akkor várjál, Zsaó vagy Jaó? Jaó. Jaó, az micsoda? Volt NBA játékos, Jaó Ming. Ja, nem tudtam rájönni, azon gondolkodtam, hogy ez honnan jöhetett ez a... Ezt még Dunaújvárosba kaptam, vagy ott ragadt rám ez a név, ugye? Hát hasonló magasság... De figyelj, nem szóltak, hogy te egy másik sportágban vagy, marha jó? Tehát ez... Nem mondom, ez egy másik sportág. Akkor még nem jeleskedtem. Ja, értem. És ez de valaki szólít így meg? Igen, az, aki rám adta ezt a nevet, egy volt csapatársam, illetve még a Lékai Máté használja előszeretettel ezt a nevet. De már okay. Rajta kívül senki más. És akkor hogy szólítanak egyébként? Teljesen minden, ahogy jól esik. Gábor, na, de jó, de amikor... A Gabinál. Jó, Gabi, oké. Na, akkor azt javaslom, hogy gyorsan az elején essünk túl a nehezén, már amennyire ez neheze. Igen. Annyi kulisszatitkot elárulok, hogy amikor mi egyeztettük ezt az interjút, rögtön volt egy megjegyzésed, hogy akkor biztos, hogy szóba kerül majd az is, amit itt pletykálnak a háttérben, és én nem kérdeztem vissza direkt, hogy miről van szó, de feltételezem, hogy esetleg a Veszprémmel kapcsolatos a kérdésed. Igen, egyből eszembe jutott, ahogy írtál, hogy nem mondom, ez biztos, hogy... És nevetni fogsz, témába. Hogy én ezt korábban még senkitől nem hallottam igazándiból. Már úgy, hogy mondjam, tehát olyan mondjuk megbízható forrásból. Természetesen, amikor az emberek így találgatnak, akkor ugye felmerült a neved szerintem óhatatlanul sok mindenkiben, hiszen ugye a Veszprém vadul keresi a híres sérülése óta egy igazi, klasszis jobbátlövőt. Hát akkor most hadd szegezzem neked a kérdést, hogy felmerült-e a neved hivatalosan, egyeztetette veled valaki ezügyben, vagy senki az égvilágon? Nem, én is igazából csak azért kérdeztem, mert már mindenki feltette ezt a kérdést nekem. Konkrét megkeresés még nem történt, úgyhogy ez ilyen lehet, hogy megmaradt pletykának, aztán a jövőben nem tudom, hogy ez mennyibe fog változni, de egyelőre ez még csak ennyi, ennyibe maradt. Tehát ilyen konkrét megkeresés... Hát várj, oké. És nem konkrét megkeresés. Mert nyilván ezt a csapaton belül kérdezték, hogy mindenki ugye nyilván hallja a pletykákat, hogy ez igaz-e, de tehát... Ja, várjál, fölteszem egészen konkrétan a kérdést, és akkor könnyebb lesz válaszolnod. Bárkivel Veszprémből, aki hivatalos személynek számít, beszéltél erről a témáról? Figyelj, a Sipos Adrián nem számít hivatalos. Nem. Nem, konkrét, tényleg, tehát konkrét megkeresés még nem történt. Egyébként szia, téged is hagyunk szólni. Nekem az jutott eszembe, hogy mert nyilván ugye itt kimoltunk a Veszprémiekkel Bukarestbe, és elég sokat dumálgattunk ott, hogy hát ez egy óriási probléma nekik most, hogy jobbátlövőt kell találniuk, és így végig pásztáztuk gyakorlatilag egész Európát, és nyilván a te neved is szóba került, és én nekem az volt a véleményem, hogy persze ez egy jó opció lehet, de én a te helyedben biztos nem gondolkoznék ezen, mert úgy érzem, hogy most talán egy ilyen hosszabb vándorlás után hogy igazán a helyedre került egy olyan csapatba, egy olyan posztra, ahol kiteljesedhetsz teljesen. Mert ugye azért végül is, ha visszanézünk a karrieredre, akkor a nagy csapatoknál inkább arról volt szó, hogy valaki mögött kellett lenned, például a Veszprémben ugye a Nagy Laci mögött, vagy Szegeden a Balog Zsoltival ketten, de inkább azért ő játszott támadásban főleg. Tehát úgy érzem, hogy most végre úgy vagy, hogy tudsz védekezni, tudsz támadni, jól játszol, és valahogy az egész játékod olyan éretnek tűnik, és ebben most belepiszkálni arra, hogy elmenni fél évre Veszprémbe, ahol nem tudni, hogy mi van, ez
én legalábbis ugye azért gyakorlatilag hasonló pozícióban játszottam, én biztos nem választanék egy ilyen történetet, még akkor is, hogyha megtisztelő nyilván a Veszprémbe venni. Nem tudom, ezt te hogy látod? Nyilván, abszolút egyetértek vele, tehát úgy érzem, hogy ugye volt 5 évet voltam Szegeden, nyilván az is ilyen, hogy mondjam, voltak jó időszakok, de voltak nagyon nehéz időszakok is benne. Utána ugye 2 évig voltam Veszprémben, ott azért maradjunk annyiba, hogy eleget voltam mellőzve ahhoz, hogy ez így az egész pályafutásomra elég legyen. De amit te is említettél, és onnan ugye volt egy évem Ferencvárosban, ami teljesen arról szólt, hogy az elvesztegetett játékperceket visszahozzam, visszajön ez a meccsrutin, meccsálló képesség, ami úgy gondolom, hogy az akkor nekem nagyon kellett, és teljesen úgy érzem Tatabányán magam, hogy jó helyen vagyok. Nyilván ott is voltak nehezebb periódusok, anyagi problémák, stb., de ugye most már minden körülmény adott, hogy együtt egy igen jó eredményt, vagy szép eredményt érjünk el, és nem volt egyszerű azért összekaparni magam a padlóról, és amit te is említettél, ez nem biztos, hogy a legjobb opció lenne számomra, de egyelőre, tehát ezzel még nem is akarok foglalkozni, meg tényleg tártalan is még egyelőre, úgyhogy most számomra csak is a világbajnokság van. Na, majd arról is fogunk persze beszélni, de akkor ejtsünk már néhány szót erről a 2 évről. Ugye 2016 és 2018 között voltál a Veszprém játékosa, konkrétan a legjobb korban. Tehát ezt szerintem nyugodtan mondhatom, nem? Hogy és ahogy mondtad, elég keserűen, hogy hát a mellőzöttségből azért kijutott. Mi történt ott, Gabi, abban a 2 évben? Hogy amikor neked ott meg kellett volna váltanod a világot, 20, nem tudom, 6 évesen, ugye, 26 voltál, igen, akkor ahelyett, hogy ott szétlőtted volna az ellenfél kapuját, és tényleg te lettél volna az új nagy Laci, ehelyett mellőztek. Mi történt? Mondd már el így utólag, hogy te hogy látod? Nyilván ez egy nehéz, nagyon nehéz időszak volt, hiszen oda kerültem egy olyan csapathoz, akik, jól emlékszem, már folyamatosan 4 éve Final Four-ba játszottak, illetve vagy döntőt játszottak, és ugye ott volt egy nagy Laci, aki még nyilván egy bomba formában volt, nyilván már nem fiatalon, de ettől függetlenül még bármelyik csapatba elfért volna az egész világon, úgyhogy akkor én úgy éreztem, hogy akkor fejben nem tudtam, hogy is mondjam, nem voltam kész arra meglépni azt, hogy itt igenis lehet keresni valom. És ez látszódott rajtam is, inkább mentálisan volt ez borzasztó kimerítő, hogy hiába edzettem, hiába csináltam bármit, azt az igazi nagy lehetőség az elmaradt, de... De ezért inkább magadat, várjál, de ezért magadat okolod leginkább, hogy agyon nyomott a Lacinak a jelenléte, meg a Veszprém sztársága, vagy az edződet, a körülményeket, szóval kiben? Ja, figyelj, ez, hogy más hibáztatni, az szerintem rég rossz lenne. Uh-huh. Nyilván, tehát voltak külső körülmények is, akár edző, akár bármi, de lehet, hogy most azt mondom, hogy lehet, hogy a mai fejjel biztos, hogy nem hagytam volna ilyen szinten elnyomni magam. Tehát se önbizalom szempontjából, hanem harcoltál. Sokáig az volt a problémám, hogy mindenkinek meg akartam találni. Hát, és ez Attila is tudja, hogy ez a élsportban ez egyrészt lehetetlen, és ha nem a saját érdekeidet nézed, akkor eltipornak. Úgyhogy, de elsősorban ez az én hibám, tehát ez magamba kellett ezt rendbe rakni, úgyhogy de nyilván, tehát abból az időből is lehetett jó dolgokat kivenni, meg amiből építkezni tudtam. Nyilván kevesebb volt, de ez
úgy gondolom, hogy ez is építette kicsit. Egyébként ez azért is érdekes, mert nemrégiben az Iman Jamali volt a vendégünk a harmadik félidőben, aki pontosan ugyanezt mesélte el az ő szemszögéből, mert nagyjából ugye együtt néztétek a meccseket, és ő is úgy emlékszik arra vissza, hogy hát az marha nehéz volt, mert csúcsformában volt, és mondjuk azért neki önbizalma is volt azért, tehát azt se lehet mondani. Ezt akartam mondani, hogy nem volt. Ő itt volt önbizalomban, én meg nagyon lent. De minden esetre hát ezek nehéz időszakok, és nem tudom, hogy te hogy látod a pályafutásodat, de végül is nagyon régóta úgy tekintettünk, hogy na itt van az, aki majd a jobb átlövőben megváltja a világot, fiatal, tehetséges, hú de jó, és akkor így mentek az évek, és mindig mielőtt azt mondtuk volna, hogy na hát az Ancsiból sose lesz semmi, akkor csináltál valami jót, egy jó szezont, vagy egy, azt hiszem egy Európa-bajnokság volt, ahol nagyon jól játszottál, vagy VB, nem EB volt szerintem az, ugye, ahol nem volt a Laci. EB, igen, EB. EB, ahol végig játszottál, és nagyon jó voltál. Én emlékszem több világversenyre, amikor betettek, mindig jó voltál, tehát úgy mindig adtad újra a reményt, hogy tényleg sikerül azon a szinten játszani folyamatosan, ahol a tehetséges meg az adottságaid vannak. De aztán most egyszer csak visszanézünk, azt látjuk, hogy már 30 fölött vagy, de hát nincs veszve semmi, mert vannak későn érő játékosok. Te hogy tekintesz vissza így a pályafutásodra, hogy gondolod, hogy voltak olyan időszakok, amikor más kellett volna talán csinálni, máshol kellett volna játszani, vagy máshogy csinálni, vagy így van, és most majd megmutatod a következő pár évben. Figyelj, az, hogy mi lett volna, ha nyilván amikor folyamatosan nem kerültem csapatba, nem voltak meg a játékperceim, akkor azért, hogy is mondjam, tehát egyből elkezdtem keresni, amikor már láttam, hogy csináltok bármit, jóformán úgyse fogok játszani, akkor azért próbáltam keresni a lehetőségeket, hogy hova is lehetne, vagy hova lenne érdemes eligazolni elsősorban külföldre, ami segítené, hogy visszaszerezzem az önbizalmamat, illetve a játékrutint. És mindig valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig volt egy klub, akár Bundesligából, vagy Franciaországból, ami komoly érdeklődést mutatott, és aztán volt egy konkrét, amikor már ki kellett volna repülnöm, és nem engedett el az aktuális edzőm. Úgyhogy nagyon fontos edzés volt, amin a másik oldalon posztról lőttem, úgyhogy... Várj, tisztelt, egy edzés miatt hiúsult meg egy profi szerződésed, ez ezt jelenti? Igen, volt ilyen is, igen. Igen. Erről bármi konkrétumot esetleg elmondaná, hogy ez... Ez még a második évenben volt Veszprémben, és akkor így mindenki ki tudja találni. De melyik, és melyik klubban mehettél volna? A Löwen hívott akkor. Na figyelj, ezzel kapcsolatban szeretnék valamit kérdezni, mert én a Wikipédia oldaladon azt látom, hogy Ancsin Gábor 2009-2011 Rijnekar Löwen. Igen, igen. Tehát te 19 évesen ott voltál a Rijnekar Löwenben, és játszottál, és... Hát ez úgy volt, hogy... Ez nekem ez kimaradt-e? Vagy hogy elevenítsük már föl ezt az időszakot? Igen, amikor... Tehát 2009-ben, amikor kimentem, akkor előtte, még ugye Dunaújvárosban voltam, gimnazistaként, és kimentem egy próbajátékra. És akkor volt kint egy... A Löwennél akkor volt ez a nagy építkezés, akkor előtte való évben volt, tehát a Budai Dani is, tehát akkor kezdték el belepumpálni a pénzt, így fogalmazva. És akkor volt egy magyar, nem is játékos menedzser, hanem ilyen a Löwennek dolgozott ilyen megfigyelőként, és ő vitt ki egy próbajátékra, egy edzésre, és az nagyon jól sikerült az az edzés. És akkor már onnan úgy volt, hogy azzal se akarnak engedni, csak egy nyilván nekem akkor érettségi volt, meg még azért élőszerződésem volt,
a Dunai várossal, úgyhogy ezt nem lehetett megvalósítani. És ez az edző nagyon szeretett volna. És ugye akkor jött én Bielecki, Kacsik, Schwarzer, Fritz, tehát oda kerültem 18 évesen, hát úristen, mint hogyha az álmaimba lettem volna. És ahogy ez lezajlódott, akkor ugye küldtek egy szerződést, hogy nyilván el kellett intézni a Dunai Városra, hogy akkor most fél év, tehát januártól már ott kezdek, vagy csak nyáron, és akkor ugye meghiúsult az, hogy fél évkor kimenjek, meg úgy voltam vele, hogy az érettségét mindenféleképpen meg szeretném csinálni, és akkor nyáron mentem ki, de közben történt a Löwennél egy edzőváltás, ugye akkor került oda az Ola Lindgren, és olyan játékosokat igazoltak, mint a Stefansson, tehát ilyen kis neveket, az előző év Bundesliga gól királyát, a Alexis Alvanos, tehát azért ott már sejteni lehetett, hogy nem olyan egyszerű a sztori. És hát azt az Ola Lindgren meg is mondta, hogy nyilván rajta most hatalmas nyomás van, meg elvárások vannak, tehát BL-t kell nyerni, bajnokságot kell nyerni, úgyhogy nincs idő a fiatalokra. És a Mannheim, vagy hát a Löwentől, ugye 40 kilométer volt ez a Friesenheim nevű csapat, Ludwigshafen Friesenheim, akik azóta már többször is feljutottak a Bundesligába, és akkor ott voltam kettős igazolással. És, bocsánat csak. És ugye az első évben ott voltam, illetve a délelőtti edzéseken a Löwennél voltam, délután mentem át a Friesenheimbe, és feljutottunk első évbe a Bundesliga 1-be, és akkor, mivel hogy akkor ott több játék lehetőséget kaptam, ezért kölcsön lettem adva oda. De a Löwenbe két meccsen voltam, vagy játszottam. De és egy utólag, ahogy is Katila kérdését is akkor beleszőjük, vagy ezt szőjük bele, ezt a sztorit, nem lett volna jó megragadni a Bundesligában valahogy? Mert akkor hát könnyen lehet, hogy teljesen más felé visz az út. Hát igen, de akkor ugye volt, hogy akkor hívott a Szeged, akkor két év után jöttem vissza Szegedre. És azért, ha maradtam is volna a Bundesligában, akkor Bajnokok Ligája szintű csapathoz azért nem tudtam volna oda kerülni. Tehát akkor ezt tisztán látszódott. Mert ugye akkor még a Bundesligában is rengeteg, sokkal több, hogy mondjam, hát csúnyán fogalmaz, sokkal több pénz volt. Uh-huh. Tehát ott akkor Attila, te is emlékszel, hogy ott tehát tényleg az összes szupersztár jóformán ott játszott ki. Ez most is így van. Én inkább úgy fogalmaznak, igen, hogy Magyarországon kevesebb. Magyarországon, igen. Képest, tehát ott itthon könnyebb. Jó, de oké, okay, csak most ezt mondom, csak akkor megint ugye a kérdésre visszautalva, kicsit akkor azért a könnyebb utat választottad, nem? Mert azt mondtad, oké, okay, hazajövök Szegedre, itthon vagyok, játszom, nem? Igazából, ami vonzó volt nekem akkor 19 évesen, az a Bajnokok Ligája. Tehát na de pont lehet, hogy kellett volna még, most nem akarom beléd beszélni, de pont lehet, hogy kellett volna még 3-4 év megizmosodni lelkileg, fizikálisan játékban a Bundesligában egy 8.-10. csapatban, és utána menni a Bajnokok Ligájába. Igen, így utólag, tehát sok mindent lehetett volna másképp csinálni. De most csak visszanézve, mert ugye így szólt a kérdés eredetileg, hogyha visszanézel a pályafutásodra, akkor mit látsz, mit érzel, mit gondolsz. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy lehet, hogy azzal így perspektívikusan talán többre jutottál volna, ha ott harcolsz 3 évig a gladiátorok ja, között. Igen. Persze, tehát így utólag visszagondolva, nyilván biztos, hogy jobb lett volna, ha maradok ott kint. Sokszor vágytam vissza amúgy, tehát akár amikor Szegeden nem úgy ment a szekér, vagy illetve nem volt olyan jó a kapcsolatom a mesterrel, akkor azért sokszor vágytam vissza. És mindig ott is voltak lehetőségek, de mindig meghiúsultak sajnos. Uh-huh. Úgyhogy hát nyilván ezeket lehet bánkódni rajta, vagy nem is tudom, de azért, tehát ahonnan elindultam kisgyerekként, ahhoz képest azért jó szívvel gondolok vissza.
Egyébként gondolom azért utána láttad a utódaidnak a szenvedéseit Szegeden, mármint a Kasparekre gondolok például, aki gyakorlatilag hasonló cipőbe járt, mint te, hogy elég sokat küzdött a pásztorral, de ő is azt mondta azért, hogy azért sokat tanultott. És szerintem azért ez igaz rád nézve is, hogy ott azért fejlődött a játékot sokat. Persze, tehát ezért mondom, hogy voltak jó dolgok, meg rossz dolgok. Nyilván szakmai szempontból az, hogy voltak mellőzött időszakaim, amellett tényleg rengeteget tanultam a kézilabdáról. Tehát nyilván, amikor ide került Szegedre, akkor csak mindenki pislogott, hogy úristen, ez így azért sokkal könnyebb. Így, hogy tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Tehát soha nem mondtam egy szóval se, hogy nem tanultam volna, vagy nem ott, hogy is fogalmazom, hogy nem ott nála tanultam volna meg a kézilabda lényegét, vagy a miértjét, érted, hogy mit miért csinálunk. Jó, hát igen, mindennek vannak előnyei, meg hátrányai, és szerintem ez majd egy külön-külön topikot megér, hogy milyen lehet Juan Carlos Pásztorral együtt dolgozni, mert tényleg ez már ilyen legendásan bejárja a magyar kézilabdás világot, erről nem most fogunk beszélgetni. Gábor, volt az előbb egy fél mondatod, amikor a Veszprém időket elevenítettük föl, és azt mondtad, hogy nem voltál elég kemény, meg nem tapostad ki a magad útját, hogy most már az vagy? Úgy gondolom, hogy igen, tehát azért, tehát ahogy összekapartam magam a földről, az akkora padló volt egyébként? Nagyon. Nagyon? Hát gondolj bele, amikor ott vagy 26 évesen, és aki ismer, az tudja, hogy tehát világéletemben egy dolgos játékos voltam. Tehát én nem voltam soha übertehetséges, nem tudok jól egyegyezni, vagy nem tudok olyan szinten egyegyezni, tehát nem vagyok a leggyorsabb játékos, tehát nekem világéletemben meg kellett dolgozni azért, hogy oké, nyilván kaptam a sorstól egy adottságot. Hogy ezt akarom mondani, az adottságaid, az ilyen balkéz, ilyen termet, ilyen fizikai erő hozzá. Igen, hogy mondjam, tehát Isten ad és elvesz. De viccet félretéve, tehát nekem mindig meg kellett dolgozni ahhoz, hogy idáig eljussak. Még hogyha lehetett volna és ott nem, jobb is. És ott nem hagyták. Mert hát, ott innen indultunk, hogy mennyire volt padló az a padló. Igen. Tehát ott, amikor edzésen dicsérnek, persze jó, ez nagyon jó, és utána, hát akkor kimaradó Ancsink. Ah, köszi. Akkor vegyek vissza. Ez Xavi Sabate volt, ugye? Mondjuk, ugye ő volt az első évben ő volt, de ott igen. Is az első fél évben még játszottam is, utána a másodikban már sokkal kevesebbet. Az már a Davis éra volt. Nem, ugye? Utána nem. Volt a Vranyes is. Ja, Vranyes éra. Igen, tényleg. Igen. Ez kimaradt. Igen. Hát nem csodálom. Nem, igen, de egyébként tényleg vicces, hogy az embernek ez is szinte kiesik, de hát az egy... Az nem csak neked volt kemény időszak, hanem az egész Veszprémi kérdésben. Az mindenkinek, igen. Szerintem térjünk egy picit át a jelenre, mert az viszont nagyon érdekesnek ígérkezik abból a szempontból, hogyha válogatott már itt szóba került, hogy végül is most megint egy olyan lehetőség előtt állsz, hogy abban, hogy a Máté Dominik ugye nem lesz a világbajnokságon, te vagy ugye az első számú játékos a jobb átlövő pozícióban, támadásba, védekezésbe, tehát most azért van egy olyan dolog, hogy egy nagyot dobbanthatsz, nem? Ezt úgy érzed magadon, hogy na, gyerekek, most eljött az én időm? Igen, tehát amióta ugye a Csema ott van a válogatottnál, és ugye Nagy Laci visszavonult, azért egészen átalakult. Nyilván a tavalyi Európa-bajnokságon az mindenkinek egy óriási fekete folt a szívébe és a pályafutásába, de így, hogy ugye azt hiszem Dominik már februárban sérült meg, valahogy így nagyon az elején, az EB után, ha jól igen, emlékszem. Igen. Akkor azért már tudni lehetett, hogy sajnos ez egy hosszú kimaradás lesz neki.
és hogy valószínű, hogy a VB is kimarad, úgyhogy hát volt rá időm. Volt idő ezen agyalni. Hogy azért na de erre jutottál, amit Attila mondott? Mert ez abszolút én is így gondolom, hogy most tényleg ez nagyon hülye hangzik, hogy ez egy játékos társ, posztárs sérülése kell, de most olyan lehetőséget kaptál, amilyet talán még soha. Ez így van, igen. Igen, ez abszolút így van. Nyilván, tehát ha valaki, akkor én soha nem kívánok senkinek rosszat, meg ez, meg tényleg Dominik az jó a viszonyunk, és kapcsolatban voltunk akár a sérülése után is. Úgyhogy, igen, február közepén megnéztem csak közben. Igen, tehát igen, 2022. február közepén. Igen. Úgyhogy ez abszolút egy lehetőség a számomra, és igazából tehát most nem az egyéni részét akarom nézni, hanem az, hogy tényleg egy hasznos eleme legyek a csapatnak. De biztos, hogy most biztos, hogy ez a jó? Csak ez, miért nem akarod az egyéni részét nézni? Ez Attila ezzel kezdte, hogy te leszel az új éve. Hát most mutasd meg, hogy Ancsin Gábor... Az lehet párhuzamosan. De lehet, hogy kell az is hozzá, nem? Hogy igen, de hogyha azt néztem volna, akkor már, hogy mi az egyéni érdek, akkor már, most csúnyán fogalmazva, de akkor már megint vándormadár lettem volna, mert akkor Tatabányáról is az első adatú alkalommal eljöttem volna, amikor fél évig nem kaptunk fizetést. Nem így értettem, értem, hanem hogy a Dafke egy kicsit dolgozott, nem lehet, hogy az, dolgozik, hogy az anyátok persze kinyát most akkor is megmutatom, hogy kurva jó játékos vagyok. Ez nyilván ez nem ilyen, ezt nem közhelynek szántam. Tehát ezt azért mondom ezt, mert én ezt így gondolom, és attól függetlenül én tudom magamról, hogy amikor így nyomás volt rajtam, vagy akár nem volt Talaci, vagy ugye Attila említette az Európa-bajnokságot, azért ott mindig sikerült úgy kiállnom, hogy az jól sült el. Tehát inkább akkor megy jól, amikor nyomás van? Vagy amikor nincs nyomás? Figyelj, világversenyen mindig van nyomás. Tehát ez tök mindegy, hogy 5 perc raknak be, akkor meg azért izgulsz, hogy ne rossd el. Hát, igen, mindenben meg lehet, hogy értem, amit mondasz, hogy az meg azért rossz, mert akkor meg ott van a sztár, és akkor csak epizód, igen, hogy gyorsan be kell bizonyítanom 5 perc alatt, egyébként meg a te válladon ja, van a nagy teher. De hát én emlékszem, is... igen? Nem, én emlékszem mondjuk hasonló szitu, amikor ugye Pál Márszon fogta magát, és lelépett a Veszprémből, és ugye Rékai Máté ott egyedül maradt a poszton, élete legjobb szezonját futottak. Igen. Tehát, hogy a lehetőség ebben tényleg benne van. Abszolút. Igen. Most ha a világbajnokságról beszélünk egy picit, vagy az előzetes várakozásokról, ugye nyilván most már itt van az év vége, tehát erre koncentráltok, és ahogy ugye néztük a keretet, meg a játékosokat, igencsak kevés olyan játékos van a kulcs emberek közül, akik jó formában játszanak, sokat játszanak mostában, és egyértelműen úgy mehetünk nekik velük a VB-nek, hogy jók az előjelek. Te mondjuk ezek közé tartozol, de például ugye a Mátét említette, az Andris sérült volt, meg nem úgy ment neki a játék, a Szita Zoli alig játszik szinte balátlövőbe a posztján, a Ricsi is azért elég hullámzó, a Bence sokat volt sérült, tehát egy csomó olyan kulcsemberünk van, akire nem nagyon tudjuk, hogy kicsit az ismeretlenbe megyünk. Te ezt hogy érzed belülről, hogy mit vársz ettől a világbajnokságtól a csapat? Össze fog állni, úgy érzed, vagy kicsit neked is vannak félelmeid, hogy ki milyen formában lesz? Igazából ott van az első Európa-bajnokság a Ruival, Csemával, Lacival, amikor ugye rengeteg sérült volt, és azt hiszem valami 22 év volt az átlag életkor, vagy lehet még sokat is mondtam, és mégis milyen jól sült el, ugye egy meccs hiány ott voltak a srácok a négy között, tehát azért mindig lehet bizakodni. Tehát most nyilván dolgozik bennünk egy extra druk, hogy a tavalyi
vagy hát a januári Európa-bajnokságot kijavítani, illetve ugye az olimpiai kvalifikáció miatt ez egy extra fontos világverseny, és ennek a tétjét mindenki tudja. Úgyhogy én abszolút bizakodó vagyok. Mindig vannak ilyenek, hogy nyilván azért Magyarországon kevesebb a merítési lehetőség, mint mondjuk egy franciáknál, hogy megsérül egy, és van helyette négy ugyanolyan szintű játékos, tehát azért úgy elég könnyű. De minden évben volt valamilyen ilyen apróság, és ez lehet, hogy összekovácsolja a csapatot. Ugye mondjuk hát az fáradtak nem lesznek az emberek általában. Túl sok játéktól. Igen, sajnos. Azt kell mondani, sajnos, igen. Na hát tényleg a legjobbakat kívánjuk a VB-re is, meg hogy akkor visszafelé haladjunk, meg természetesen nagyon boldog karácsonyt, meg jó étvágyat a mai vacsorához, mert ha jól tudom, akkor ugye lesz egy ilyen szűk családi vacsora. Úgyhogy Gábor, köszönjük, hogy beszélgettél velünk. És meghívást. És tényleg azt kívánjuk, hogy most aztán robbanjon a bomba majd reméljük januárban. A VB után fogunk tudni. Reméljük, beszélni. Reméljük. Boldog, én azt kérem tőled, hogy legalább 10-et lője minden meccsen. Ja jó, gólt vagy kapura? Nem mindegy. Hát, nyilván, ha már lősz inkább kapura, de jó. Tényleg, hogy nekem megmondom őszintén, az bosszant, hogy amikor azt látom, hogy tök jókat lősz, és akkor vannak periódusok, hogy egyáltalán lősz kapura, ami nehéz így kívülről megérteni, de persze nyilván másképp látszódik ez belülről, de jó. Hát szóval lője, légy szíves. Jó, oké, majd eszembe jut akkor. Rendben. Na, köszönjük szépen. Jó, köszöntöm szépen.